Hare Krishna, üdvözlöm a hirtelen így, mert most oroszoknak is tartottam egy leckét, mert egy órásat, átkapcsolódtam most magyarra, oké, akkor a védikus filozófiai csoport tagokat üdvözlöm, Hare Krishna, rövid kis videót gondoltam, nézzük meg, próbáljunk 3 perc alatt, amit szeretnék a mai napra mondani, ez a Srimad Bhagavatamnak az első verse, legelső, első ének, első fejezet, első vers. Próbáljuk meg röviden. Felolvasom az egész verset szanszkritul, de utána csak 4 szóról fogok beszélni. Om namo bhagavate vasudevaya janmadasyaya tonvayat itaratas chartesabhigasvarat Tene Brahma Hridaya Adhikavaye Muhyanti Yat Surayaha Tejavare Mridam Yatha Vinimaya Yatra Trisargum Risham Damna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Srimad Bhagavatam itt rögtön adja témát, hogy miről lesz szó, és mondja, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om, ez mint a cím, az igent jelent, Istent jelent, és Namo, tiszteletes hódulatomat ajánlom, Bhagavat, Bhagavannak, Istennek, Vasudevaya. Mindjárt mondom, mi az a Vasudevaya, de a lényeg, hogy itt mondja, ez a könyv fog megtanulni minket érteni, gondolni Istenről, és megkapni gyakorlatok által, megtapasztalni, inkább úgy mondanunk, egy igazi lelki élményeket. És itt mondja, hogy most mely az Istenről van sok aspektus, amit emberek próbálnak megérteni. Valakik azt gondolják, hogy ez a bolygó, ez az Isten, vagy ez a világ. Isten volt, de ő magából teremtette, és akkor megszűnt, mint egy egység, mint egy személyiség, hanem világa vált. Szóval, hogyha mi fogjunk egy papírt, és van egy darab papír, széttépjünk kis darabokra, akkor nem szűnt meg a papír, de mint egy, az megszűnt, csak a darabokban benne van, úgy gondolják. De ezt úgy hívják, hogy Brahma Parinama Váda, hogy egy ilyen hibás filozófia, hogy Isten megváltozott, volt személy, és megszűnt, mint személy, mert világa vált. Ez nem helyes. Nem erről fog beszélni a Srimad Bhagavatam aspektusról. Utána mások azt gondolják, hogy Isten, ez egy energiafény, van ez a világ, az anyag, de van egy fény, ragyogás, személytelen Brahman, és akkor itt mondja ez a vers, nem erről fogok aspektusról beszélni Istenről. Ez nem a legmagasabb megértés Istenről. Ez is benne lesz. Ez minden aspektus benne lesz ebbe a könyvbe, de lesz még a legmagasabb. Utána van másik elképzelés, hogy nekem szívünkben van Isten, ez a Paramatma. És akkor ez a vers mondja, igen, ez is benne van a könyvbe, de nem erről beszélek, még magasabb megyünk. A Bhagavate Vasudevaya, a Isten, aki eredeti természete, aki Vasudevnek a fia, őről lesz szó, aki lelki világban van, aki Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval itt rögtön a témát, bevezeti a témába, ez a, már az első Srimad Bhagavatamnak az első vonal, vagy első pár szó, első versnek első, hát igen, nem tudom, hogy mondjuk, sor, ez az, első sor. És akkor erről van szó. Ha akarsz megérteni Istent,
akkor Srimad Bhagavata. Ennyi mai napra, ilyen kis rövid, és majd folytatjuk, jó? Köszönöm szépen, kellemes ünnepeket kívánok, és énekeljünk a Hare Krishna mantrát. Hare Krishna.